Ilyen egy klasszikusan jó töltés, mert így nem lesz levegős, mondták többen is, miközben saját bevallásuk szerint a győztes kolbászt készítették. Idén 43 csapat indult, ebből 20 tengelici. Többen két évente csak itt találkoznak, de azt mondják, azért járnak vissza, mert felejthetetlen a hangulat. 12 éve volt az első kolbásztöltő fesztivál, és büszke vagyok rátok, hogy azóta kitartottatok a rendezvény mellett, hiszen 2006-ban, amikor az első volt, 9 csapat töltött egy kicsi sátorban, és 10-15 cm-es kolbászról szólt az egész napunk, semmi több. Most reggel, ahogy megláttam egy-két csapatnál, már a kókuszgolyó be van gyúrva az esti lakomához. Tehát ez iszonyatos nagy fejlődés. A lokálpatrióták az emberek, saját pékségünk, saját vágóhidunk van. Tehát maga most a jelenlegi 2018-ban is számtalan helyre szállítanak akár péksüteményt, akár tőkehúst vagy feldolgozott árut, hiszen bent a helyi termékeket támogatjuk, soha nem engedtünk erre a rendezvényre olyan külsős termékeket, ami mondjuk máshonnan érkezett, azt mutatjuk meg, ami nekünk van, és úgy gondoljuk, hogy emellé párosul a jó hangulat, jó emberek vesznek részt, és ez a titka ennek a nagyon jó rendezvénynek. A jelenlévők persze a kolbásztöltés mikéntje mellett számos fontos kérdésben is egyeztetik nézeteiket. Ezek a kapcsolatok meglévő kapcsolatok, mert itt, ha most kimegyek, akkor nem is tudok végigmenni, mert mindenütt meg vagyunk ugye állítva. Ez csak a frissen tartása, a memória csiszolása miatt kellenek ezek, hisz ugye évek óta, vagy évtizedek óta a régióval együtt vagyunk, együtt, még Paks 1-be is, hogy együtt tartottuk a kapcsolatot. Most, hogy Paks 2 mezbe vagyunk, ez nem változtat, csak ugye más információkat tudunk adni. És bár mindenki a saját kolbászára esküszik, azért ebben is van némi szakmai standard. A résztvevők adományaikkal ismét segítették Szülős Gyulát, a kárpát-ukrajnai magyar települést, ahol az óvoda működésére és fenntartására fordítják majd az összegyűlt adományt.